Orbán Viktor az elmúlt héten a gazdasági évadnyitó rendezvényen mondott egy beszédet, és úgy fogalmazott, hogy a magyar munkaerőre kell támaszkodni, és nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy csak azért külföldi munkavállalókat alkalmazzunk, mert azok olcsóbbak, mert, mint mondta, Magyarország a magyaroké. Ez az alapgondolat és a jelszó is egyébként a Mi Hazánktól kölcsönzött, de nincsen ezzel semmiféle probléma, ebből nem csinálunk hiúsági kérdést. A gondunk inkább azzal van, hogy a gyakorlat sajnos egészen mást mutat. Ugyanis az elmúlt 13 évben a kormány gazdasági politikája, munkaügyi politikája éppen abba az irányba mutatott, és erről a gazdaságpolitikáról a parlamentben mondta Orbán Viktor, hogy jó, és folytatni kell. Szóval abba az irányba mutatott, amit Parrag László is mondott a tavalyi év folyamán, hogy Magyarország fő ereje abban rejlik, hogy olcsó munkaerőt tudunk biztosítani a multinacionális vállalatok számára. Ezért hát nem is meglepő, hogy olyan folyamatok indultak el már évek óta Magyarországon, hogy nagyon sokan, több százezren vállalnak külföldön munkát, és mivel Orbán Viktor azt mondta, hogy ez jó irány, és ezt kell folytatni, ezért ez döntően nem is változhat a jövőben. De az az állítása sem igaz sajnos, hogy a magyar munkaerőre támaszkodnának, ugyanis pont a kormány a tavaly nyáron egy olyan kormányrendeletet fogadott el, hogy minősített munkaerőkölcsönző cégeken keresztül munkavállalási engedély nélkül jöhetnek harmadik világbéli munkavállalók Magyarországra. És jönnek is Indiából, Pakisztánból, Fülöp-szigetekről, most már ukránok is, és ezzel nem csak, hogy letörik a magyar béreket, hanem bizonyos helyeken komoly közbiztonsági problémát is jelentenek. A múlt heti legfrissebb hír pedig az, hogy indiai kamionsofőr nőket szeretnének alkalmazni Magyarországon. A Mi Hazánk komolyan gondolja, hogy a magyar munkaerőre kell támaszkodni, komolyan gondoljuk, hogy Magyarország a magyaroké, és hogyha a kormány és Orbán Viktor is komolyan gondolja ezt, akkor felszólítjuk őket arra, hogy vonják vissza ezt a kormányrendeletet, amelyet tavaly nyáron hoztak, mert ha ezt nem teszik meg, akkor újra csak ráég Orbán Viktorra és a kormányra a hiteltelenség vágya, amely sajnos az elmúlt években oly sokszor megmutatkozott már.